édesapánk 85 éves lett, és azt találtuk ki mi gyermekei, hogy meglepjük őt egy kiállítással. Ez a Négy szoboszlai, Alma és a fája című kiállítás. Amikor én kerültem erre a pályára 1961-ben, közvetlen a főiskola után, a Pannonia Filmstúdió keresett végzett grafikusokat, festőket, animációt, mindenki amatőr módon, autodidakta módon, saját képességeire ráeszmélve, megtalálva végezte. Tudod, apa? Bújj el, és én majd megkereslek. Az első filmem akkor készült el, amikor a Péter fiam 3-4 éves lehetett, és rájöttem arra, hogy mennyire nem tudok a gyerek kérdéseivel mit kezdeni, és ebből született az Aki bújt, bújt. Apa, most én megtaláltalak, és most én bújok el. A kiállítás kapcsán idéztük föl tulajdonképpen ezeket az élményeket. Például iszonyú fontos volt, amikor apámnak a filmjeihez mind a hárman, tehát anyámmal együtt, mi elkezdtük a celleket kifesteni. Mai napig emlékszem az illatára ennek a speciális festéknek. Úgyhogy nálunk így néztek ki a vasárnap délutáni családi programok. Dédapáig visszamenőleg mindkét ágon művészek voltak. Az összes családtagunknak a házába, lakásába kezdve édesapámék, nagyszüleimnek tele volt kézművészeti alkotásokkal, képekkel a fal. Nagyon jól emlékszem mai napig édesapám dolgozó szobájára, ahol a falon olyan izgalmas kis képek, kis világok voltak fölrakva. Olyan volt, mint egy nagy képes könyvet néznék, amiben újabb és újabb történetek elevenednek meg, és ez rengeteget adott a fantáziámnak a kiteljesedéséhez is. A társadalmi érzékenység az édesapámtól jön, tehát az ő filmjei azok olyan témákat boncolgatnak, amik a mai napon ugyanúgy aktuálisak, mint annak idején. Én munkám is ahhoz kötődött, hogy mi történik a világban, milyen erők, milyen gazdasági, geopolitikai erők hatnak ránk, és ezeket a komplex dolgokat próbáltam valahogy megfogalmazni. Az urban sketching az, ami legjobban meghatározza a stílusomat. Ez mind a városkép ábrázolásában, mint pedig az életképeknek az ábrázolásában megmutatkozik. Nagyon fontosnak tartom, hogy azokat az élményeket, amiket én nap mint nap átélek, megmutathassam a alkotásaimon keresztül. A gyerekek mindig inspiráltak. Amikor Eszter megszületett, ő a második házasságomból, akkor ilyen nagy erővel jött újra elő, hogy egy kisgyerek van a környezetemben. Eszter tényleg fölmászott az asztalomra, és tulajdonképpen belakta azokat a tárgyakat, gondolatokat, amikkel én foglalkoztam, vagy foglalkozom a mai napig. Az én realisztikus világomhoz képest Eszter egy gyönyörű mesevilágot alkotott, teljesen szabad fantáziával, szárnyal olyan helyekre, amiket az ember csak a képzeletében, álmaiban tud felfedezni. Úgy érzem, hogy kicsit magukra hagytam őket. Tehát mindenki magának alakította ki a saját világát. Talán ez az alkotói szabadság, ez az eszencia. Megéreztem azt, vagy megtanultam azt már gyerekkoromban, hogy csináljam, amit gondolok, és abban higgyek, és az majd jó lesz. A legfontosabb az, hogy mindannyian büszkék vagyunk a többiekre, mennyire szép kifejezési formában alkotunk. A budapesti kiállítás után, ahol édesapám és húgom lakik, Kecskemétre megy tovább a kiállítás, ott fogjuk legközelebb kiállítani az összes munkát.